miután meghallgattuk Isten üzenetét a Szentírásból, szeretném, ha együtt elmélkednénk arról, aminek most is részesei lehetünk, és ami igazában egész életünkről szól. Azt mondják egyes történészek, hogy egészen a 18., sőt, talán 19. századig bezáróan a magyarok szent királya, csupa nagybetűvel írva, Szent László király volt. És olvasva egy kicsit életrajzait, meg kell állapítanunk, hogy egészen biztosan nem csak az utókor szépítette meg az ő életművét, hiszen már életében számtalan legenda övezte, és följegyzések szerint valóban nem csak szent, hanem szeretett királya volt ő magyar nemzetének. Biztosan ezért is fogalmazott Prohászka Ottokár püspök úr úgy, hogy a magyar eszmény Lászlóban lett keresztényé és szenté. Szeretném, hogyha ezt a gondolatot ízlelgetnénk a mai elmélkedésünkben, hogy így van-e velünk is, valóban a Szent László királyi örökség jellemzi-e egyéni életünket, és még inkább nemzetünk, társadalmunk életét. Határozottan vissza kell utasítani nem csak Szent Istvánnal, hanem Szent Lászlóval kapcsolatban is azokat a torz felfogásokat, amelyek azt gondolják, vagy azt gondoltatják, hogy ezek a királyok taktikai szempontból voltak keresztények. Biztos, hogy nem így volt. Ezt a leghatározottabban állíthatjuk, hiszen mindkettőjük életét látva meg kell állapítanunk, hogy egész szívükkel vágyakoztak az életszentségre, a krisztusi életre. Szent László életét is, személyiségét is átjárta teljes egészében a krisztusi hit. Egész biztosan nagy szerepe volt ebben a lengyel származású édesanyjának, Rikeszának. A családi életben, a család közösségében kapott keresztény lelkület végig kísérte őt egész életében. Amikor Szent László életszentségére gondolunk, akkor szükségszerűen Prohászka Ottokár gondolatával azonosulva, hogy Lászlóban lett a magyar eszmény keresztényé és szenté, meg kell vizsgálnunk, hogy vajon a mi életünk keresztényé lett-e már. Jó úton haladunk-e az életszentség felé? Mert az nem kétséges egyikünk számára sem, hogy Isten az embert boldogságra teremtette, és életszentségre hívta, és a kettő ugyanaz. Legyetek szentek, mert szent az, aki meghívott benneteket. Ez az életszentség, amiről beszélünk, érthetően nem egy emberi csúcs teljesítmény. A kegyelem műve bennünk. De a kegyelem azokban tud hatékonyan működni, akik készek elfogadni a Szentlélek indításait, és minden igyekezetükkel törekednek a jóra. Már pusztán abból a tényből is következtetve, hogy minden ember, hívő és hitetlen egyaránt, vágyakozik a jóra, hogy mindig jóban szeretne élni, hogy mindig jó szeretne lenni. Ez is rámutat arra, hogy valóban az életszentség utáni vágy mindnyájunkban ott él, mert a Teremtő Isten ültette belénk.
A jó utáni vágy állandóan sarkal bennünket, hogy mindig jobbak legyünk, mindig szentebbek legyünk. A baj csak ott kezdődik, hogy bizony mi is olyanok vagyunk, mint a Babits versben, olyan bókos szentek. Róluk így ír a költő, mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen. De ha befelé, hol a falnak fordul hátuk, csak darabos szikla és durva törés tátok. Ilyen szentek vagyunk mi, mondja a költő. Igen, mert nem mindig engedjük, hogy Isten kegyelme alakítson, formáljon bennünket, hanem néha győz rajtunk, fölöttünk az indulat, a szeretetlenség, a gyűlölködés. Nem sikerül kifaragottnak lenni minden szempontból, minden erény által. Kedves ünneplő testvéreim, fontosnak kell megjegyeznünk itt azt is, hogy minden életkorban és minden életállapotban lehetséges a szentté válás. Nem egyes kiválasztottaknak a szerzeménye az. Nem csak egyesek vannak meghívva az életszentségre, mint említettük. Mindnyájan meghívást kaptunk rá, és minden életállapotban, minden életkörülmények között ez lehetséges. Nem hivatkozhatunk külső körülményekre. Csak a belső lustaság, lanyhaság lehet az oka annak, ha nem jutunk folyamatosan előre az életszentség útján. Nem kell nekünk rendkívüli helyzetet várni, majd rendkívüli alkalommal szenté leszünk. Ez csak keveseknek adatik meg. A mindennapokban kell szenté válnunk, mert ez nem csak egy eljövendő örök boldogságot, hanem a földi élet boldogságát is kínálja számunkra. Igaz, egy életre szóló feladat. Nem megy egyik pillanatról a másikra. Küzdelemmel, önfegyelemmel, sok-sok bátor döntéssel valósítható meg. Nagyon érdekes Reményik Sándor ebben a gondolatban fogant költeménye, amikor azt írja, egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. Kedves testvérek, ez a vágy, a költő által leírt vágy éltessen, vezessen bennünket a mindennapokban. Akkor egészen biztosan annyi szeretet, figyelmesség, jóság fog megjelenni a szívünkben, közösségeinkben, ahol élünk, hogy mindenki meg fogja tapasztalni az isteni szeretet örömét, nagyszerű érzését. Prohászka Ottokára már említett írásában azt is mondja, a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. Szent László az az eszmény egész magyar népünk számára, akit vallásos, buzgó, szent királyként említhetünk, és ezért van tiszteletben egész népünk körében. Legendák sokasága jelzi, hogy szeretet szent volt a nép körében. Nagy gondot fordított arra, hogy az egyház strukturális fölépítésén dolgozzon. Ezért hívott össze zsinatot, ezért munkálkodott, hogy minden ember, aki hallgat a szívében megjelenő hívó szóra,
Isten hívására elinduljon a Krisztusi úton az életszentség után. Templomokat, kolostorokat épített, azért, hogy felpezsdítse a keresztény életet. Imádkozzunk ebben a szentmisében, hogy ez a mai szentmise, ez a mai ünnepi alkalom, és az esztendő folyamán minden olyan ünnepi esemény, ahol megemlékeznek Szent Lászlóról, az ő erényes életéről, minél több embert lelkesítsen, hogy legyen egyre igazabb keresztényé, egyre igazabb magyarrá, legyen nemzetének, egyházának hűséges gyermeke. Adja Isten, hogy ennek gyümölcseit hamarosan meg is lássuk. Amen.